A Bláti hét keretében a kilencedikesek fáklyákkal, gyertyákkal felkeresik Bláti Otto szülőházát, ahol leróják kegyeletüket intézményük névadójának emléktáblájánál. Bláti Otto Titus Tatán született, és ilyenkor a tóparton most már többé-kevésbé átépített házához leballagunk együtt a diákokkal, és megkoszorozzuk a háznál lévő emléktáblát, és ez tulajdonképpen az összetartozásunkat, a tudatunkat alakítja, arra próbáljuk meg ezzel a diákjainkat rávenni és ösztökélni, vagy ezzel is, hogy ténylegesen szívvel, lélekkel is az iskolát képviseljék, és az iskola érdekébe tegyék oda magukat. Próbáljanak meg mindig úgy viselkedni, ahogy egy blátishoz illik, és próbáljanak meg mindig szép eredményeket, és jobbnál jobb eredményeket elérni. Ezek a koszorúzások, ezek történnek itt az iskola falainál, Pesten Bláti Otto sírjánál, és lenne a Bláti háznál. A Bláti házhoz mindig a 9. évfolyamosokat azért visszük, hogy egyáltalán tudják, hogy hol merre járnak, és amikor a tópartnak azon a részén vannak, akkor tudják, hogy ebben az épületben, ebben a házban született iskolájuk névadója. A Bláti hét arra is kitűnő alkalom, hogy jobban összekovácsolódjanak az osztályok, és a nem tataiak is megismerjék városunkat. Eleinte nem nagyon voltam az osztályközösségnek a aktív tagja, de aztán végül bevettek a többiek közé. Nincs sok tatai, úgyhogy most a mai programok egész jól megismertették Tatát. Legjobb barátaimban rátaláltam. Blátinak a születési házába kell elvinni, gyertyás menettel, fáklyás menet. Hát én speciál nem nagyon sokat, mert nem nagyon voltam ilyen történelmi gyerek, én inkább ilyen mai gyerek vagyok, a mai dolgok érdekelnek, például krimik, meg ilyen gyilkossági ügyek, meg ilyenek. Szükség van minden intézményben arra, hogy a névadójukat minél jobban és több szempontból is megismertessék a fiatalokkal.